igéjét fogjuk olvasni, ami hivatalálható Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelében, a második fejezet 11. versétől. Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből olvasjuk az igéjét, a 11. versből a 14. Az ige olvasás után majd az énekkar szolgálatát kérjük, ami után majd a bevezető bizonyságtétel fog következni. Amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidó származású testvérektől. Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukba még Barnabás is belesodrott. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak. Ha te zsidó létedre, pogány módra, és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljen? Te áldottál az Úr az igéjét számunkra ezen a pillanatban. Amen. Hadd olvassak egy néhány igeverset a 130. Zsoltárból. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg. Dávid, vagy Zsoltár író ebben a szakaszban mélységbe került. És onnan kiáltott fel az Úrhoz. Mi az a mélység tulajdonképpen? Sok minden lehet. Betegség, családi gondok, hozzátartozók elvesztése, baleset. Nem tudjuk, mi volt a konkrét bűn a Zsoltár írónál, egy alkalom, amikor íródott ez a Zsoltár, hogy ennyire a mélységbe érezte magát. De ettől válik igazán személyes és aktualisát ez a kérdés napjainkban is. De ezek a szavak mögött a meghúzódó szörnyű mélység, amely minden embert magába húz, az a bűn. A bűn az, amely húzza az embert a mélység felé. A bűn, amely az egész lényünket behálózza és húz a mélység felé, a bűn bűnös tettekre késztet, majd elvisz bennünket a végső cél felé, hogy elválaszol Istentől. Ez a szándéka a sátánnak, a kísértőnek, hogy Istentől elválaszol bennünket. Nézzük, mit mond Jakab erről. Senki sem mondja, amikor Istentől kísértetik, az Isten kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért, hanem mindenki kísérteti, mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánságot. Azután a kívánság megfogonván bűn szűr, a bűn pedig teljességre jutván halált nehéz. Távozzál a bűntől messze-messze el. Mert megöl a bűnt a mérge, hogyha védkezel.
A zsoltáros ebben a szakaszban eljut, a könyörgésében eljut addig a pontig, hogy már nem keres kifogásokat a bűnére. Tudja, érti, csak két út van. Felfelé, Isten felé, vagy lefelé, a halálba. Én hogy vagyok itt Isten szín előtt? Látom az én bűneimet. Látom azt, amikor a sátán törbe ejt és el akar ejteni, és húz a mélység fölé. És tudok-e kiáltani akkor hozzá? A mélységből kiáltok hozzá, amit a zsoltáriról tette. Egyszer egy király, olvastam egy történetet, azt mondta egy öreg papnak, te azt gondolod, hogy aki 100 éven keresztül minden rosszat elkövet, de bocsánatot kér Istentől, bejut Isten országába. Viszont ha valaki csak egy bűn követ el, de nem bánja meg, el fog veszni? Igazságos ez? 100 bűn könnyebb, mint egy? Az öreg pap így válaszolt. Ha fogunk egy nagy követ, a vízre helyezzük, elmerül, vagy lebeg a víz föl, amire a király azt mondja, hogy elmerül. De ha keresek 100 követ, és egy csónakba teszem, és úgy teszem a vízre, elmerül, vagy lebegni fog a víz felett? Lebegni fog a víz felett. Akkor 100 kő és egy csónak könnyebb, mint egy kő? A király már nem tudta, mit válaszoljon. Bármennyire terhel is várunkat a bűntel, de ha Istenre támaszkodunk, el nem leszünk. Ez a kulcs az egésznek. Ha védkeztem is, ha elestem is, ha oda kerültem a mélységbe, de ha Istenre tekintek és kiálltok hozzá, nem fogok elveszni. Segítsen mindannyiunkat erre a lelkületre bennünket az Úr, hogy amikor bajban vagyunk, és nem csak mikor bajban vagyunk, hanem amikor jó megy dolgunk is, kiáltsunk hozzá, adjunk hálát neki, és ha kell, kérünk őt, hogy emeljen ki bennünket abból az állapotban, amiben vagyunk. Amen. Most egy közös éneket énekünk, és utána hallgatjuk meg az énekkar szolgálatát. Bűn sötét éjből, börtönömből a 126-os számú éjbe. És utána készül az énekkar egy és a közösségnek alatt adományunkat tiszteljük úrunkat.
Tanuljunk Pétertől, és hasonlítsuk össze a mi életünket,
nem a szolgálatunkat, hanem a belső lelki világunkat, a fejlődésünket, hogy hogyan dolgozunk fel, hogyan értünk meg különböző dolgokat, és hogyan növekszik a hitünk, hogyan növekszik az Úrba való bizalom. Péterről tehát azt olvassuk Pálnak a levelében, hogy egy alkalommal Antiókiában volt, oda ment, és hát Péter megértette, hogy nincs különbség a zsidók és a pogányok között, ami Isten kegyelmét illeti. Hisz Péter volt az, aki ezt először is promoválta, őt használta fel az Úr, hogy megnyissa a lehetőséget a pogányoknak. Ő ment el először egy római embernek a házához, még nagyon félve ment, és az Úr lelke ösztönözte őt, hogy menjen Cornéliushoz, és ő ezt tudta. Együtt volt a pogányok, együtt ettek, abban az időben sokat étkeztek együtt a gyülekezetben, és a Péter, a zsidó ember Jeruzsálemből odament, és ott nagyon örült, hogy a pogányokkal együtt közössége lehet. Hisz az antiókiai testvérek nagy részt pogány származású, szír származású testvérek voltak. De jött egy küldöttség, jött egy csoport, Judeából, Jeruzsálemből, és akkor ezek a testvérek megérkeztek. Ők nem voltak olyan nyitottak a pogányok felé, mint amilyen Péter volt, és úgy gondolta Péter talán jó indulattal, hogy hát ha már ezek a testvérek jönnek, és volt ez a feszültség a pogányok és a zsidók között, hát akkor most nem ülnek egy asztalhoz a pogányok, hanem ők külön. Néhányan ott a zsidók egy külön asztalhoz ültek, és a pogányok, pogány származású keresztények, azok egy másik asztalhoz. Annyira ment ez a feszültség, ez a helyzet, hogy Barnabás is átült, aki szintén nagy barátja volt a pogány származási hívőknek, átült a Péterék asztalához, és a zsidóknak, a Jeruzsálemből jött zsidóknak és a többi helybeli zsidóknak az asztalához. És amikor ezt Pál apostol megtudta, akkor nagyon megintette Péter. És azt mondta Péternek, hogy Péter nem viselkedik az evangéliumhoz méltó módon. Hogy itt olvassuk az igében, hogy az evangéliumnak nem megfelelő egyenes úton járt el Péter. Azért, mert Péter valójában nem a meggyőződése szerint cselekedik. És Pál apostol nagyon megintette őt azért. A nagy Péter. Testvéreim, Péternek tudnia kellett ezt a leckét, de már egyszer elbukott ebből, hogy nem tudott kiállni a meggyőződése mellett. Emlékszünk arra, hogy kapta azt a meggyőződést a tanítványok közül az elsőként, hogy te vagy a Krisztus az élő Istennek fia. Nagyszerű. Péter megértette ezt, és eltelik néhány nap, amikor az Úr Jézust elfogják, és Péter is követi a Jézust, jól viszik, hát a főpap udvarába viszik, és hát azt mondják, hogy te is közülük valóhoz. Te is odavaló vagy, te is ismer, lehez tartozol. Nem tartozol, nem ismerem, értsd meg, és letagadja, és szitkozódva, és átkozódva mondja, hogy nem ismerem ezt az ember. Pedig ismerték. Nem tudott megállni, és ez nagy keserűségébe került neki, hogy ő, amit megértett Jézus Krisztusról, ő nem tudta azt a gyakorlatban megérni. Nem tudom, hány esztendő telhetett el azóta, de Péter újból megkapja ezt a leckét, hogy amit hisz, annak alapján él, a meggyőződése alapján. És íme azt látjuk, testvéreim, hogy Péter újból elbukik ezen a területen. Nem tudja összhangba hozni azt, amit ő gondol, azt, amit ő hisz, azzal, ahogy él. És ez nagyon veszélyes dolog, nagyon rossz dolog ez, amikor az embernek van egy meggyőződése, van egy hite, és nem a szerint él, különböző
motivációk miatt, vagy különböző körülmények miatt az ember megtagadja önmagát. Egy ilyen meghasonlás lesz az emberben, hogy hát én ezt hiszem, és ezt látom jónak, és ez a helyes, és közben pedig másképp csinál. Nem Péter van egyedül ebben a helyzetben. Mielőtt erre a témára röviden rátérnék, elsődleges tanúságot vonjunk le Péter esetéből. Először is azt, hogy Isten gyülekezetét a gonosz nem hagyja nyugton és állandóan támad. És ez egy belső támadás volt. Egy belső támadás, hogy azt az egységet, amit a Szentlélek létre akart hozni és létrehozott, csak nekünk meg kellett volna éljék, és nekik is meg kellett volna éljék, megtartani a lélek egységét, szét akarták szakítani. És ha ez megtörténik, ha igazából különbség van a zsidó és a keresztény, a pogány keresztények között, akkor a kereszténység csődöt fog mondani. Támadja az Úr gyülekezetét a gonosz, de az Úr megvédi az ő népét. A másik megjegyzés az, hogy még a legnagyobbak és a legjobbak is meg vannak kísértve és eleshetve. Péter nagy tekintéllyel rendelkezett a tanítványok között. Ő volt mondhatni az apostol és Jakab, ugye Jakabtól jöttek, ők a jeruzsálemi központot képviselték, és ez a nagy Péter, akit századok múlva úgy nevezték, hogy ő a kereszténységnek az atya. Hát nem éppen úgy kell azt érteni, de minden esetben nagy tanítvány volt, és kimondottan Isten különleges eszköze volt Péter, és láthatjuk azt, hogy Péter is meg volt kísértve ezen a területen. Hát akkor mi? Hányszor és hányszor bele fogunk esni, és kerülünk olyan helyzetbe, hogy van hitünk, van meggyőződésünk, és valami miatt nem úgy fogunk élni. Tehát a mai üzenet arról szól, hogy éljünk a meggyőződésünk szerint. Egyesek elesése másokat is bűnbe sodorhat. Láthatjuk ezt, hogy Péterrel együtt egy zsidó csoport, nem még Barnabás is képmutató lett, mert ilyen a bűn. Hogyha a jó példának van ereje, akkor a rossz példának is van ereje. Vigyázzunk magunkra, hogy jó példák legyünk, és jó hatással legyünk mások. Aztán egy másik tanúság az, hogy testvéreim, egy lelki igazságot nem mindig tanulunk meg egy leckéből. Péter már idősödő ember lehetett, öregedő ember lehetett, mert sok éve eltelt azóta, hogy az Úr tanítgatta őt arra, hogy elfogadja a pogányokat, és hogy szeresse őket, és hogy legyen ez az egység a zsidók és a pogányok között. De újra és újra megkapja ezt a leckét, mert az Úr látta Péternek a szívébe, hogy nincs minden rendben így nála. És jön az apostol, a Pál apostol, és megintik Péter. Testvéreim, mi is juthatunk ilyen helyzetbe, hogy amit az Úr meg akar nekünk tanítani, lehet, hogy nem tudjuk egy leckéből megtanulni, hanem újra és újra le kell vizsgálni, talán el fogunk esni, de az Úrhoz kiáltunk, és megszabadít bennünket. Testvéreim, nézzük meg tehát röviden, hogy egy keresztény embernek a meggyőződése szerint kell élnie. És mondhatjuk azt, hogy a hívő ember egy erőteljes meggyőződésű ember. Mert olyan a hitnek a természete. A hitnek a természete olyan, hogy igazságokhoz csatlakozik. Mégpedig a Jézus Krisztussal, az Istennel kapcsolatos, a róla hirdetett igazságokkal kapcsolódik. És ez nem egy olyan dolog, hogy hát így is lehet, meg úgy is lehet, Jézus lehet ember is, meg Isten is, meg megváltó is, meg nem is, meg Úr is, meg nem is, és Isten lehet mindenható is, meg nem is, és lehet hívőnek lenni, és még nem is, és lehet bűnbe jönni, és nem is, válasszál, hogy akarod, megérde vallát. A hívőség meggyőződéseken alapszik. És ezt a legelső keresztények is tudták.
És ha csak Péterre gondolom, testvéreim, hogy működött benne ez a meggyőződés. Amikor ott volt és elárulta Jézust, és megtagadta Jézust, és azt mondja, nem ismerem ezt az embert, és ott volt és szitkozódott, és átkozódott, és ott volt a tornáccal szemben, látta Jézust a főpapnak az udvarán. Gondolta volna Péter, hogy egy néhány hét múlva ugyanennek a főpapnak azt mondja, akit ő félt és retteget, aki miatt hazudott és aki miatt kompromitálta a hitét és az életét, azt mondja ennek a főpapnak, hogy ítéljétek meg ti, hogy kinek kell engedni. Egy galileai halász. Egy a főpap szemében semmi ember. Egy oda messzire való, Galileából való halász, paraszt ember jön és azt mondja a főpapnak, hogy nem. Mert nekünk van egy meggyőződésünk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, ő a megváltó, és nekünk ő azt mondta, hogy hirdessük az evangéliumot, és ha te akármit mondasz, nem hallgatok rá. Nem kell így átismételni a kereszténység történetét, a legelejétől kezdve hányan haltak meg azért, mert meggyőződésünk volt. Nem sokára elért az az idő, amikor csak annyit kellett volna mondani, az óruk alatt tudni, oda tenni a császárkultusz oltárára egy kis ilyen tömjényt, és azt mondani, hát a császár az úr. Tudja senki, is tudja, hogy Jézus úgy is tudja, hogy én őt szeretem, és őt szolgálom. De arra alatt, hogy ne kelljen szeretni a császár az úr, és akkor menjen tovább. Ennyi keveset nem tettem meg a keresztények. És azt mondták, nem. Jézus az úr. Tehát ilyen emberek a keresztény. És fontos, igazságoktól függ az élet. És a miénk is testvérek. Van néhány alapvető meggyőződés, amit nekünk a mindennapi életünkben meg kell élni. Például az, hogy létezik az Isten. És ez az Isten egy Úr, egy mindenható, egy mindenek fölött való. Hiszen ezt meg vagy erről győződve? Hát a meggyőződés jön, nem olyan úton jön, mint más meggyőződés, de mikor az ember hitre jut és meggyőződik, akkor megérti, hogy fölötte van az Isten. Az Isten az Úr, és tőle függ az élete, és az egész életünk arról szól, hogyha az Úr akarja, és ha az Úr éltet bennünket, akkor ezt és ezt fogjuk cselekedni. Akkor nem nekem van terve, nem azt fogom mondani, hogy fogom magamat és elmegyek ebbe az országba, vagy abba a városba, kereskedek és meggazdagodok, és majd hazajövök, és majd ezt fogom csinálni, meg azt csinálom, hanem az a fontos, hogy mit akar az Úr. És aki hisz az Istenbe, az a meggyőződése szerint él. Mert nagyon sok olyan hívő van, akinek ez semmi. Hisz az Istenbe. Ez nem hit, ez nem meggyőződés, ez egy vélekedés. Úgy vélem, létezés. Aztán itt van egy másik fontos meggyőződése a keresztényeknek. Mégpedig az, hogy a bűn egy olyan szomorú valóság, amiből csak Jézus Krisztus tud megszabadítani bennünket. A kereszténység egy megváltói vallás, nem egy önmegváltó, hanem nekünk megváltunk van. Ez azt jelenti, hogy mi nem vagyunk olyan jók, hogy magunkon segítsük. Segíts magadon az Isten is megsegít, ez egy pogány mondás. Mi azt mondjuk, hogy nem tudunk magunkon segíteni, segítsen rajtunk a megváltó. Jöjjön ő és fizesse le a bűneinket, mert aki olyan komoly és olyan mélyreható, és annyira tönkretesz, és olyan gonosz és olyan rossz, hogy valaki más kellett megváltson bennünket, és annak az életébe kell. Meg vagy előkészül? Vagy próbálod helyrehozni te az életet? Javítgatod, letagadod, lesemmized a bűnt már. Másokban is van hiba megmentésed. Aztán egy másik tétel a keresztényeknek, hogy ez a megváltó, ez az Úr Jézus Krisztus, ez mindeneknek az Úr. Ő kell az első legyen az élet. Érsz ennek a meggyőződésnek az alatt? Fontos. Aztán másik. Az ég és a föld elmúlik, és egy új világot fog hozni az Úr, ahol megvisz bennünket. Ez a meggyőződés. Meg vagy erről győződve, élsz ennek az alapján?
Ezért az egész életed olyan dolgokra koncentrálódik, amelyek nem múlnak el, amelyek örökké valók. Nem a földieket keresed, hanem az odafelvalókat. Hogy van ez a tudathasadás benne. Tudod, hogy megyünk a mennyországba, de itt a földön is jól akarod magad érezni. Ide akarsz telepedni, úgy, hogy a többiek, akiknek nincs reménységük, akik nem bíznak a Krisztusban. És még egyet említek, pedig lehetne sorolni a kereszténységnek a tételeit, tanításait, hogy mi az, amivel a keresztények meg vannak győződve. Meg vagyunk győződve arról, testvéreim, hogy a gyülekezet Jézus Krisztus népe. Akiket a lélek tett egyé, és akik szeretik egymást. Ezért a hívő ebben az ő testvérének a javát keresi, a lelki növekedését. Azért, hogy ő is legyen hasznos, legyen Isten eszköze, úgy, ahogy ő megalkotta Krisztus az ő népét. Hiszed ezt? Éljünk meggyőződésünk szerint. Miért nem élünk meggyőződésünk szerint? Talán az első oka az, hogy nem elég erős a meggyőződés. Nem elég alapos. Tamás azt mondta, hogy nem hiszem addig, ameddig meg nem érintem. Hiszem is, nem is. Hiszem az elmémmel csupán. Hiszem, mert mások is ezt mondják. De ez nem a te őszinte, igazi meggyőződés. Ha ezért kellene adjál valamit, ha ezért ha megfenyegetnek emiatt, ha a háttérbe szorulsz emiatt, akkor feladod, és azt mondod, hát nem igazából volt ez az én meggyőződés. Aki ilyen helyzetben van, az keressen, kutasson, győződjön meg, mert nem lehet ilyen megszakadt, ilyen kettévált életet élni, hogy ezt gondolom és ezt teszem, ezt látom helyesnek, és pedig annak is elve. Egy másik dolog, amiért félünk a meggyőződéseink szerint élni, a hitünk szerint élni, az, hogy félünk a következményt. Ahogy Péter is, meg Barnabás is félte. Hát mit fognak mondani? A félelem hely, amivel mi is szembe kerülünk akkor, amikor furcsán néznek ránk, amikor a jövőnket kockáztatjuk, amikor a jövedelmünket, kapcsolatoinkat kockáztatunk. De nézzünk Jézusra. Nézzünk Jézusra, mert ő mindenek fölött van. És ha őt látjuk hatalmasnak, szerető Istenünknek, kedves Urunknak, akkor nincs mitől féljünk. Lássuk meg, hogy az ő kezében van az életünk, és mondjon bárki bármit, legyen az egész világ ellenünk, akkor is ki tudunk tartani az Úr mellett. És nem kell félnünk semmitől, élhetünk úgy, ahogy ő szeretne. Valamikor az embertársainknak akarunk tetszeni. Néha jó szándékkal. Péter is ezt akarta, meg Barnabás is, de összük előre. Testvéreim, ha a hívő körökbe nézzük, akkor valójában az embertársainknak, a testvéreinknek akkor leszünk a javára, ha megmaradunk a meggyőződésünk és az igazságnál. A megoldás itt az, testvéreim, hogy ne féljünk az emberektől, határozzuk el magunkba, döntsük el a szívünk, hogy ki a mi Urunk, és őrá hallgassunk, és őrá tekintsünk, őrá, őnek érdekes. Vagy van, amikor sodorva vagyunk a körülményeinktől. Azt mondja itt az igében, hogy Barnabás is belesodródott ebbe a két csatatásba. Lehet Barnabás nem is gondolta arra, nem gondolta meg, gondolt, hogy hát, hogy jó lesz, meg hát mit mond Péter, hogy csak legyen így, meg úgy. Belesodródott. Olyan könnyen észre se veszi az ember, és elsodródik. Nem teszi azt, ami a meggyőződése, mert jönnek ilyen nyomások rá, ilyen hatások, és annyira sodródunk, nem tudunk megállni. De az a jó hír, hogy meg lehet állni. Jézushoz lehet kiáltani. Álljunk meg, és kiáltsunk hozzá, hogy ő adjon nekünk erőt, és ő a lehetetlenebb helyzetbe is megsegít. És még egyet említette a testvérünk a Jakab leveléből. Van akkor, ami kívánságaink hozzanak bennünket. Hogy hát tudjuk, hogy mi a jó, de
nagyon vágyunk arra, hogy másképp éljünk, hogy valamilyen tűnt, vagy valamilyen testiességet, valamilyen anyagiasságot, valami az elménknek, a szívünknek, érzelmeinknek valamilyen vágyát beteljesítsük, és annyira erős rajtunk, hogy inkább feladjuk a véleményünket, feladjuk a meggyőződésüket, és engedjük hát, ha nem veszik észre, hát ha csak most egy kicsit, és túl leszek rajta. A megoldás, tart a lábon az ünnepet. És nézd az életedet az úgy. Nyitélye ő meg azt, ami hozzá lehet, ami a világhoz és a működés. Testvéreim, nem kell Pétert nagyon elítélni, hisz mindjárt tudjuk jelkezni. És az Úrnak az üzenete ezen a délutánon az mindjártnak, hogyha hiszünk, akkor hitáltal, hitben élünk, meggyőződéseink vannak. Ő adja a meggyőződést, és ő az erőt ahhoz, hogy ezt megtudjuk. Segítsen az Úr erre mindjárt. Most egy énekbeli számot hallgassunk meg újból, és utána pedig kérjük, hogy Balázs az estét. Thank you.
délelőtti prédikációhoz kapcsolódva a tizedről volt szó, ugye. Elmesélem, hogy először mielőtt elkezdtem a fényképeket mutatni, hogy mi volt a mi megtapasztalásom, az én megtapasztalásom ezzel kapcsolatban. Említettem a tegnap a nőtestvéreknek, hogy de azért, hogy ott lehessek, azért, hogy ott élhessünk, mindannyian, akik úgy mentünk el, mint Isten küldöttei, valamit kellett csinálni. Tehát voltak, akik diákok voltak, voltak, akik tanárok, voltak, akik dolgoztak, és az egyik dolog, amit én csináltam, az az, hogy volt egy kis vállalkozásom, egy sütődel. És hát elmeséltem a tegnap a nőtestvéreknek azt, hogy milyen sztorink volt magyarul megmondva. Tehát, hogy az Úr egy óriási csodát tett, hogy folytatódjon ez a sütődel. És most jön a folytatás. Tehát elmeséltem, hogy nagyon sikeresek és nagyon divatos lett a sütődénk. A televízió, újságok, mindenki jött hozzá. De az egyik közös vonás mindenkinaiban az az, hogy nagyon jól tudnak másolni. Úgyhogy lemásolták a sütődénket. Sikerre vitt bennünket ez a muffinok voltak, a cupcake-ek. A nők biztos, hogy tudjátok, hogy miről van szó. És hát két évvel a híresség és a siker után jött a másolás. És oda jutottunk, hogy mínuszba ment a vállalkozás, mínuszba ment a sütővel. Hát az egyik meggyőződésünk a barátnőmmel, akivel elkezdtük eleinte ezt a vállalkozást, az volt, hogy félretesszük mindig a tizedet abból, amit kapunk, és ez így is volt, mindig félre is tettünk, de nem adtuk mindig oda. Tehát félre volt téve, de nem volt mindig odaadva. És akkor, amikor mínuszba kezdett el menni a vállalkozás, akkor rá voltunk kényszerülve arra, hogy ezt a pénzt, ami tizedként félre volt téve, azt felhasználjuk. És úgy alakultak a dolgok, hogy az üzleti partnerem, a barátnőm, az haza kellett menjen, el kellett onnan menjen. És amikor ő elment, akkor én úgy éreztem, hogy az Úr elém egy tiszta fehér lapot ad, és hogy újra kezdhettem, vagy hogy újra, egy új kezdetet jelent ez számomra. És amikor imádkoztam azzal kapcsolatban, hogy mi legyen, hogy lehet a negatívból, a mínuszból kikerülni, akkor az első gondolat, ami jött, az az, hogy mi nem adtuk oda a tizedet. Ez volt az első dolog, amit úgy érzem, hogy az Isten elé mutatott akkor meg nekem. Ez februárban volt, és nekem még itthon volt valami megtakarított pénzem, amit átutaltattam, és megadtam a tizedet. És ha hiszitek, ha nem, ez márciusban volt, és áprilistól megkezdődően az Úr egyre másra hozott partnereket, üzleti partnereket, akiken keresztül aztán az üzlet újra fellendült. Alkalmazhattam több helyi nőt. Az ígéret, amit az Úrtól kaptam akkor, az az volt, hogy gondoskodni fogok másokon a te vállalkozásodon keresztül. És az Úr be is tartotta az ígéretét. Majd elmondom, hogy később, amikor a fényképeket mutatom, hogy az Úr hogy gondoskodott másokon a vállalkozáson keresztül. Ami aztán megszült, és mindenhol a vezet végül is. Másfél évvel ezelőtt, amikor hazajöttem. Hát most kezdhetjük a képeket. A délelőtt elmondtam azoknak, akik véletlenül nem voltak itt a délelőtt, hogy Kínában, Kínának egy tartományában éltem 16 éven keresztül, és
Hát ezt a tartományt úgy hívják, hogy Xinjiang, ami a Kínának az észak-nyugati területén van, részén van, ez pirossal van jelölve a fényképen. A fényképen nagyon kicsinek tűnik ez a tartomány, de körülbelül 7-szer akkora, mint Románia. Tehát egy óriási területről van szó, repülőgéppel közlekednek az emberek, még a tartományon belül is. És az a hely, van itt ez a mutató, ugye? Ez az első gomb. Tehát az a hely, ahol elmondtam a délelőtt, hogy honnan hívott az úr, idefel. Tehát én itt voltam ebben a tartományban, amikor először Kínába kerültem, és ez innen, tehát négy óra repülővel, annyi távolságra van. És mindegy tovább közben. Ez már csak a tartománynak a térképe. Ez a tartománynak a nagy része sivatag, ahogy láthatják is. Az alsó része az a Taklimakán sivatag, a felső része pedig a felső völgy, ami látszik barnával. Azt úgy hívják, hogy Dzsungária. Hasonlít ez valamire? valóban az ujgurok tényleg rokon nép velünk magyarokkal, ezt több helyen is elmondtam már, hogy az ott étem alatt nagyon sok olyan szót felfedeztem, ami annak ellenére, hogy hát évszázadok terjedtek el azóta, mióta a törzsek eljöttek ide Európa felé, még mindig ugyanúgy, vagy hasonlóan hangzik, és nagyon hasonlít a jelentése is. És mondok egy párat. A bátornak ők azt mondják, hogy bátor. Tehát valaki, ami azt mondja, hogy bátor, ők azt mondják, hogy bátor. A vezérnek azt mondják, hogy vezír. A macskának azt mondják, hogy műsük. Az almának, hogy alma. Mi azt mondjuk, hogy almát kérek, ők azt mondják, hogy almát kérek. Aztán az asztalnak azt mondják, hogy üsztel. És van jó pár ilyen, tehát ezek a toldalékok a nyelvtanba, ami nagyon hasonlít a magyarra. Úgyhogy az ő nyelvük, annak ellenére, hogy Kínában vannak és Kínában élnek, teljesen más. Tehát annyira más az ő nyelvük a kínaitól, mint a magyar a kínaitól. Ezt úgy lehet elképzelni. A sivatag, néhány kép a sivatagról, a hatalmas hegyekről, amik körülvezik a sivatagot. Szőlő termesztéssel foglalkoznak, így szállítják a mazsolát. Egy másik ilyen hasonló szó, ami hasonlít a magyarra, az a só. Tehát ott a föld nagyon sok sót tartalmaz, de nem úgy, mint nálunk, ahogy van Parajdon a sóbánya, hanem magában a földben, a homokos földben van a só. És mit csinálnak az ottani emberek? Azt csinálják, hogy vesznek egy darab ilyen földet, beáztatják vízbe, aztán a víz kioldja ebből a tömbből, földtömbből a sót, és azt a vizet használják főzésre. És ezt a vizet úgy hívják, hogy só. Tehát az a neve, hogy só. Aztán láthatjátok az arcokat, láthatják az arcokat. Nagyon sok a száraz gyümölcs, az aszal gyümölcs. Azt hittem, hogy van még egy pár képen arcokról, de lehet, hogy meg még lesznek. Ez a nemzeti viseletük, amit úgy hívnak, hogy atlas. És ez még mindig valódi selyemből készült, tehát selyemhernyóból készült selyemmel. Így ilyen nagyon élénk színekbe öltözködnek, máskor a menők. Másik, ez már más típusú. Itt vannak az arcok, néhány arc. Láthatjátok, hogy megvannak az ázsiai vonások, de más vonásaik vannak. Szerintem nagyon sokan innen közületek is simán elvegyülnek. Rám sem mondta senki, hogy nem vagyok oda valósi, úgyhogy nagyon kényelmes volt nekem, mert Kínában mindenki látta, hogy külföldi vagyok, de oda, amikor oda mentem, akkor sokan megszólítottak, hogy megyek, hogy abba és abba az utcába. Hát
Volt, amikor tudtam, volt, amikor nem. Ugyancsak ez az ottani viselet, ilyen kalappal, sapkával járnak a férfiak. Nálunk Kalotaszegen a bútorokat még mindig ilyen kékre festik. Ott is ilyen kékre festik a bútorokat, vagy a teraszokat. Aztán ilyen házak alapnak faluhelyen. Ez számunkra ilyen nagyon elmaradinak látszik. És egy szempontból olyan is, mert a fiúk, tehát amikor meg akarnak házasodni, akkor először megütik a téglát a házukhoz, amit meg kell építeni. Saját kézzel öntik a téglát agyagból. Egy kicsit, amikor láttam, arra emlékeztetett, amikor a zsidók csinálták a téglát Egyiptomba. De annak ellenére, hogy egyrészt primitívnek tűnik az életmódjuk, másik részről pedig szuper modern, tehát a legutolsó technikák és technológiák vannak. Ezek már a városban levő modernebb házak, látszik, hogy ilyen arab stílusban épülnek. Nagyon hideg van azon a területen, láttátok a sivatagot, ott 80 fokra is felmegy a hőmérséklet. Hogyha mi a 35 fokban azt mondjuk, hogy meleg van, akkor képzeljétek el, hogy ott a 35 fok az normális nyáron. 45 fok az az átlag. De ugyanez érvényes télire is, télen meg egyes részeken lemegy a hőmérséklet mínusz 40, mínusz 50 fokra is, tehát közel van Szibéria. Ez a város, ahol én éltem, úgy hívják, hogy Ürümqi. Ez Kína szinten egy kisvárosnak számít, körülbelül úgy, mint hát mint Szatmár körülbelül, mint Romániában. De a népessége olyan 4-5 millió volt. Tehát egy nagyon nagy város, 50 kilométer, 50 valamennyi kilométer egyik részéről átmenni a másikba. A városban még mindig élnek ujgurok, tehát mivel ez a tartomány, ez egy autonóm tartomány, a városnak egy negyedében élnek többnyire az ujgurok, a többi részére betelepítettek nagyon sok kínait, és hát látható, hogy ilyen arab stílusú az építkezés is. Ilyen az írásuk az ujguroknak. Említettem, hogy teljesen más, mint a kínai. Ilyen arab típusú, itt van. Tehát ilyen ez a legutolsó írásuk. Az írásuk nagyon sokat változott máskülönben az idő során. Volt ilyen cirilbetűs írásuk is, és az egyik dolog, ami az ujgurokkal kapcsolatos, az az, hogy nagyon sok az írás tudatlan emberek közöttük. Mert annyira sokat változott az írásuk, hogy egyik generációról a másik generációra az embereknek már nem volt ideje megtanulni az újfajta írást. És ez egy óriási kihívás volt a Biblia fordításban is például, mert van egyfajta bibliafordítás, ami ciril írással van, egy másik fajta pedig ilyen arab típusú írással, és ez rengeteg munkát vett fel. Ilyen a kenyér, amit tesznek, úgy hívják, hogy nán, amikor júhus tesznek, láthatjátok, milyen az utani jó. A jónak mindenét megeszik, a szemét is, szemgolyóját is. Az ingyenség. Kicsit furcsának ők nekünk. Aztán az életük, egy ilyen nagyon közösségorientált társadalom az ujgurok. Már abból is látható ez, hogy ahogy étkeznek. Tehát ők úgy vannak, hogy az asztal közepére teszik az ételt, és mindenki egy tányérból. A tegnap este is, amit főztünk, az nagy tál csirke, azt általában egy tányérból eszik az emberek. Aztán láthatjátok, hogy készül a spagetti. Máskülönben a spagetti az tényleg, hogy innen származik. Innen vidék el Olaszországba már hovoló.
És hát úgy csinálják, hogy így összesodorják ezt a tésztát, ahogy látszik a fényképen is, aztán kinyújtják, oda csapják, megint összesodorják, megint kinyújtják, megint oda csapják, addig-addig, ameddig ilyen apró, hosszú fonalakra oszlódik ez a tészta. És születésnapján mindenki ilyen hosszú tésztát kell legyen, vagy hosszú legyen az élete. Ez a, hogy nem a szülinapi torta van, hanem a szülinapi laska. A közösség orientáltsága a társadalomban abban is látszik, hogy ahogy alusznak, mindenki együtt. A házakban normálisan, hagyományosan nincsen ágy, nincsenek ágyak. Szőnyeg van, nincsen bútor se. Szőnyeg van, ami ágy is, asztal is, minden, multifunkcionális. Aztán ezzel a fényképről a házasság kérdése jut eszembe, ami szintén egy közösségi döntés, tehát nem egyéni döntés. Ezen a képen, hogyha megnézitek ezt a két lányt, akiknek be van kötve az arca, frissen férhez ment új menyecskék, akik az egyik 14, a másik 16 éves. Máskülönben ez én vagyok, még fiatalabb koromban. Megkérdeztem ezeket a lányokat, hogy mikor találkoztak a férjükkel, mikor találkoztak először a férjükkel, és azt mondják, hogy egy pár nappal az esküvő előtt. A szülők azok, akik eldöntik, hogy ki kihez megy, férjhez, kit veszel feleségből, és bizony sokszor a szülők is azok, akik, hogyha nem egyeznek együtt, akkor válásra is kényszerítik a gyerekeiket. Elmondtam az este is, hogy volt egy ismerősöm, egy nő, aki így álltak össze a férjével, megszerették egymást, lett egy gyerekük, és a szüleik összevesztek. És mivel a szülők összevesztek, arra kényszerítették őket, hogy elváljanak. És ott titokban kellett találkozzanak utána, mert szerették egymást. Aztán rengeteg a fűszer ott azon a vidéken, ott ment végig máskülönben a selyem útja, ezen vezetették ezen a tartományon, és a selymek kívül ez a rengeteg fűszer volt az, ami szintén ilyen jó árucik volt. Aztán a hagyományos orvoslás ezen, tehát ez egy patika, ezen a képen ez egy patika. Láthatjátok a kígyókat, amit pont mér fejpályásra. Aztán a szarvakat, amiket szintén összemorzsolnak, kevernek különféle gyógynövényekkel. És nagyon jó. Tehát ők jól fejlesztették ezt a gyógyítási technikát. Aztán a másik közös dolog bennük a magyarokkal, az a népzenéjük, a népzene ritmusa, az nagyon hasonlít a magyar népzenére. És meghallgattam régebbi népzenét, és majdnem szinte ugyanolyan, mint az újkor népzene. Tehát nem a mai pop újkor zene, hanem a korábbi népzene. Nagyon érdekes. Az újkorok, ők muzulmánok, tehát Kína részén, Kína területén ők a második legnagyobb muzulmán közösség, körülbelül 16 millióan vannak, 15 millióan, bocsánat. Kína területén olyan 12 millió körülbelül, de Kínán kívül újgorok élnek még Kazaksztánba, Kirgisztánba, Üzbekisztánba, tehát ezekben a közép-ázsiai országokban. És számukra, mivel Kína megpróbálta elnyomni ezt a területet, ezt a népet, számukra a vallásuk az, amiben kapaszkodnak azért, hogy megmaradjanak és megmaradhassanak úgy, mint nemzet.
És ez egy, hát szerintem úgy érzem, hogy nálunk is van egy ilyen, tehát erdélyi magyarokban is van egy ilyen dolog, hogy a vallásunkból kapaszkodunk, vagy a templomhoz kapaszkodunk, templomba kapaszkodunk, hogy megmaradjunk, meg tartsuk a hagyományainkat, főleg ott nálunk alatt a szegén. De nálunk ez még erősebb. Nekik nincs anyaországuk, és azután tehát a 80-as évek végén, amután elkezdődött szétszakadt a Szovjetunió, és kiszakadtak ezek a közép-ázsiai országok Oroszországból, ők mind külön országokká váltak, de az ujgurok viszont egy olyan helyzetbe kerültek, hogy akkor felfedezték, hogy a tartomány területe nagyon gazdag olajba, ami és más, tehát arany, és más ilyen ásványi kincsekben, ami persze szükséges volt Kínának a fejlődéshez. És emiatt ők próbálták elnyomni ezt a népet, akik megpróbáltak népként élni, nemzetként élni a saját szülőföldjükön, azzal, hogy kínaiakat kezdtek el betelepíteni erre ebbe a tartományba. A kínaiaknak a száma most már több mint fele a népességnek, és az ujgurok ugye a múlt években, amikor elszabadult a pokol, úgymond Szíriába, és az iszlám állam, mi tudjuk, hogy mi történt ezek a keleti országokban. Ezek a dzsihádista vonalú muzulmán tanítók és misszionáriusok, azok elkezdtek a közép-ázsiai országokba és ide is bekerülni ezekbe a tartományba. És az ugyanoknak ez nagyon kapóra jött, úgymond. Éveken keresztül különféle módokon próbáltak ellenállni a kínai kormánynak. Erről persze nem lehet a hírekben hallani. Rengeteg volt a robbantás, különféle támadások. Volt egy időszak, amikor annyira bizonytalan és lehetetlen volt a helyzet, hogy nem mertünk felülni egy buszra, mert nem lehetett tudni, hogy mikor robban. Aztán piacokra is, vagy ilyen üzletközpontokba az emberek nem mertek járni, mert soha nem lehetett tudni, hogy mikor történik valami robbantás. Aztán persze a kínai állam ezt, és az egész nemzetközi iszlám ellenes, terror ellenes hullámot, ez jó kifejezés, kihasználta és elnyomta, elkezdte elnyomni ezt a népet. Annyira, hogy el is akarják őket tüntetni, ami kb. 2 évvel ezelőtt kezdődött. Na de majd erről egy kicsit később. De láthatjátok ezeken a képeken a különböző lázadásokat és robbantásokat, amik voltak. Erről nem ír nem szól a híradó, nem ír a sajtó. A városban egyre, tehát mindegyre megjelentek ilyen rendőrségi posztok, mindenütt tele kamerákkal, mindenkit figyelnek, mindenkit hallgatnak, katonákkal, tankokkal, azért, hogy nem merjen senki lépni, láthatjátok a parkban a katonákat és a tankokat. Bárhova, ahova az ember be akart menni, legyen az bank, vagy vendéglő, vagy akár iskola, mindenit úgy kell átmenni, mint amikor a repülőtéren van az ellenőrzés. Említettem, hogy volt egy cukrászdám, tehát úgy
úgy voltam ott, ezek a képek a cukrászdámról képek, egy kicsi kis hely. Megmutatom ezen a fényképen, nem annyira feltűnő. Látjátok ezt? Ez egy bungós bolt, amit mindenkinek, tehát minden üzletben kellett legyen egy ilyen bungós bolt. Ezt különben meg kellett venni. Ez az ultramodern és a primitívnek az ilyen paradoxális kombinációja Kínába. Ez arra való, hogy akkor, hogyha jönnek a terroristák vagy a támadók, akkor tudjuk őket megvédeni. Kérdem, hogy hogy tudok én egy nő, egy ilyen bottal megvenni egy férfit. Kiveszik őt a kezemből és engem vennek el. De mellette ott van a, látjátok, ez a szerkentyű, amit, hogyha megnyomja az ember a gombot, akkor, hogy jöttek a támadók, úgymond, akkor ki volt számítva, a rendőrség 2 percen belül ott kellett legyen. Tehát ez az ultramodern része a utáni életnek. Ez volt az egyik legjobb módja számomra arra, hogy az embereknek beszéljek Jézusról. Én, mint egyedülálló nő az ujgurok szemébe, én bűnben élő nő vagyok, mert náluk kötelező, tehát az ő világfelfogásuk szerint kötelező az, hogy mindenki férjnél legyen, megházasodjon. A szülők részére pedig Istentől kapott, tehát muszáj, hogy férhez adják a gyerekeiket, vagy a fiaikat, megházasítsák. És én, mint nő, persze csak nők felé szolgálhattam. És tudom, hogy itt nagyon sokan a férfiak közül is szeretik a süteményeket, de ott inkább a nők azok, akik jönnek ilyen sütis üzletekbe. És ez egy fantasztikusan jó lehetőség volt számomra megismerni nőket, és nekik is, számukra is azt, hogy megismerjenek engem. Ezeken a székeken rengeteget ültek. Volt úgy, hogy az egyik barátom azt mondta, hogy te ki kéne írjad az ablakra, hogy egy muffin az 5 lej, és egy lelki gondozás az 50. Mert annyian voltak, annyian jöttek. És nagyon sok csodát láttam az évek alatt. Azt, hogy az Úr Jézus válaszolt az imádságra, és nők gyógyultak, férfiak is gyógyultak. És az este nem mondtam el, de most jutott eszembe, hogy volt egy idős néni a szomszédunkban, akinek a lányának volt egy agydaganatja. És úgy került, hogy a lánya magyarországi gyógyszert szedett az agydaganatra. És akkor, amikor mondtam neki, hogy én magyar vagyok, akkor jaj, barát! Te barát vagy! De ez valahogy közeledik hozzá. És az egyik alkalommal jött egy idősebb házaspár, volt egy idősebb házaspár, akik jöttek oda látogatóba, a városba, és ők keresztények voltak, és ez az idős néni pont ott volt, amikor jött ez a házaspár, és elmondta nekik is, hogy a lánynak agydaganatja van, és hogy magyarországi gyógyszer szed, hogy mennyire élvezi azt, hogy ide jön a cukrászdába, mert találkozik annyiféle emberrel. És ez a házaspár megkérdezte tőlem, hogy hát imádkozhatunk a lányodért. És ez az idős nő, aki máskülönben egy nagyon magas beosztású munkája volt, nyugdíjba jövetel előtt, volt az, aki rányomta az utolsó pecsétet minden épületre, és ilyen 20 emeletestől kezdődnek a ablaklakások, a tömbházak.
ő volt az, aki rányomta a pecsétet, hogy ez lakható, hogy ez beköltözhető. És tehát amikor kérdezte ez az idősebb házaspár tőle, hogy imádkozhatunk a lányodért, szóval persze, imádkozhatok nyugodtan. És imádkoztak a lányait, és a következő héten egy ilyen sorozat, esemény sorozat elkezdődött a lányai életében, ami során teljesen felépült, és munkát is kapott, el tudott kezdeni dolgozni. És ez a néni utána lett a mi hírvivőnk. Elkezdte újságolni a szomszédoknak is, hogy itt a cukrászdában imádkoznak az emberekért, és hozta a többi szomszédokat, hogy imádkozunk az emberekért. Úgyhogy az imádság volt az egyik legjobb, leghatékonyabb módja annak, hogy az emberek kapcsolatba kerüljenek Jézussal, és nyitottakká váljanak Jézusnak. Tovább, közben meg telik az idő. Említettem, hogy nagyon sok kínait kezdtek el. Jaj, még egy mondatot. Én hallottam, hogy esetleg itt is lesz egy cukrászda. Missziós szempont céllal talán? Vagy ez egy profétálás? Nem tudom. De én nagyon teljes szívvel ajánlom, hogyha ezt szeretnétek, akkor ez egy szuper dolog. Tehát említettem, hogy sok kínait hoztak be ebbe a tartományba, és a kormány azt kezdte el, hogy a kínaiak és az ujgurok barátkozzanak meg még jobban egymással. Úgy tették ezt, úgy akarták ezt elérni, hogy beköltöztettek kínaiakat ujgur családokhoz. Ez egy óriási nagy kihívás. Számukra talán nem lenne óriási kihívás, de számukra egy óriási kihívás. Mert az ujgurok muzulmánok révén, ők nem esznek együtt olyanokkal, akik nem tiszták. Tehát az ujgurok számára a kínaiak fogányok. Ugyanúgy, ahogy Péter és a zsidók számára a fogányok voltak. Nem ültek le együtt enni, nem ülnek le együtt enni. Akkor, amikor egy ujgur elment például egy kínainak a házába, akkor az se vizet, se semmit nem fogad el tőle. Esetleg ilyen egyhasználatos papír pohárba, igen, de másba semmiben. És ez a fajta, ez az indítvány, hogy kínaiakat költöztetnek be ujgur családokhoz, ez egy nagyon botrányos dolognak számított, és ez kötelező volt. De így kezdett elindulni ez a beolvasztás, ami mostanára már nagyon nagy fokot ért el, hogy úgy mondjam. Ezelőtt kb. 3 évvel a kormány egy olyan döntést hozott, hogy át kell nevelni az ujgurokat. Ez azt jelentette, hogy mindenkit elkezdtek bevinni ilyen koncentrációs táborokba, mert azok nem átnevelő helyek, én inkább koncentrációs táborok, itt láthatjátok. A sivatag közepén egyik hétről a másikra kezdtek el megjelenni ezek az óriási épületek, ahova elvitték az embereket. Az embereket mindig éjszaka vitték el, és senki nem tudta soha, hogy mikor kerül rá a sor. Az asszonyok is, akik nálam dolgoztak, azokat is elvitték. Egyik napról a másikra. Egyszerűen csak úgy, hogy nem jöttek be dolgozni, nem jöttek el dolgozni. A férjeiket még azelőtt elvitték.
És eleinte mindenki úgy érte ezt meg, mint egy szégyent. De annyira gyakorivá vált, hogy a város, amit láttatok, ez az Ülincsi, ez teljesen megőrült. Tehát utcák zártak be, üzletek zártak be, lettek le lakatolva, tehát fával így bezárva. Faluk ürültek ki, falvak ürültek ki, milliókat vittek el. A hivatalos adatok szerint körülbelül olyan 1,5 millió, 1,9 millió embert vittek el. A tizenvalahányból, ahol ők laknak, amennyien ők laknak. De szerintem ez sokkal nagyobb ez a szám, mert 10 évvel ezelőtt, amikor volt egy nagyon nagy lázadás, akkor hivatalosan azt mondták, hogy 200 embert öltek meg, de a valóság az, hogy legalább 10 000-en haltak meg, mert folyt a vér az utcákon. És ezért gondolom azt, hogy most is milliók vannak elzárva, és az volt a szomorú, hogy ezek körül a koncentrációs táborok körül is, amik a Sivatagban vannak, bocsánat, elkezdtek megjelenni a krematóriumok, ami azt jelenti, hogy sokan haltak meg. És volt egy pár emberről tudok, akik ujgurok, de külföldi állampolgárok, tehát ujgur nemzetiségűek, de külföldiek, akiket szintén elzártak, bezártak egy ilyen táborba. Az egyikőnek hármasikrei voltak, és persze elvették tőle a gyerekeit meghaltak, és a nő elmeséli, hogy milyen kínzásokon ment keresztül. De mivel egy másik ország állampolgára, ezért kényszerítette ez a másik ország Kínát, hogy kiadja őt. Borzalmas dolgokról lehet hallani, amikről a hírek nem írnak, és amit szeretnék elmondani itt, az itteni gyülekezeteknek is, hogy imádkozzunk ezért a népért. Akkor, amikor én oda kerültem ezelőtt 16 évvel, akkor ez a nemzet volt a statisztikák szerint a világon a legnagyobb olyan nemzet, amelyiket legevangélizálatlanabb nemzet. Tehát ez azt jelentette, hogy a Bibliának is csak a Lukács evangéliuma volt az, ami volt fordítva a nyelvükre. És aztán persze az évek során rengeteget sokan és sokat dolgoztunk azon, hogy fordítsuk a Bibliát és különböző könyveket, rádióprogramokat, internetes oldalakat. Akkor, tehát 17 évvel ezelőtt körülbelül 400-an voltak keresztények az ujgurok között, és most körülbelül olyan 1500 fő van. De 1500 lehet, hogy soknak hangzik, de egy nemzetre nézve, tehát egy 10-valahány milliós nemzetre nézve, ez egy elenyésző szám. A délelőtt, vagy a tegnap hallottam, hogy itt van 600 baptista, csak baptista, ugye? És akkor még csak a körzetben, igen. Akkor elképzelhetitek, hogy mit jelent ez egy olyan nemzetre nézve, ahol repülővel kell utazni, hogy egyik helyről a másikra jussanak az emberek. Hát egy pár hasonló térképek vannak. Ja, ez nagyon jó. Hát a
Az első misszionáriusok az újborok felé, azok nem mi voltunk. Az 1900-as évek elején voltak svéd misszionáriusok, akik először oda kerültek. És láthatjátok a fényképen, hogy 10 év munkájába került, 10 év bizonyságtevés, 10 év ott él, ott 10 évet ott élni jelentette azt, hogy volt 3 keresztény, lett 3 keresztény. Aztán 40 év munkája volt, hogy lett 300 keresztény. Tehát ez 1902 és 1937 között volt. Akkor az akkori svéd misszionáriusokat, akik egy kórházat és iskolát alapítottak ott, azokat kiküldték, a hívő embereket akkor mind megölték. Az asszonyokat tudomásom szerint férhez adták muzulmánokhoz, és teljesen megszűnt minden. Azóta az írásuk, tehát az akkori írás és a mostani írás teljesen más, tehát nem tudják megérteni, ha olvassák se az akkori írásokat. És a keresztény munka közöttük az az 1990-es években kezdődött újra. És most úgy látszik, hogy újra egy ilyen helyzet áll elő ennek a nemzetnek az életében, hogy 30 év után újra teljesen megáll meg minden. Én amikor eljöttem, akkor tehát én nagyon hirtelen kellett eljöjjek, kb. 5 napon volt arra, és hát szacsokkal hordtam ki a könyveket és dobtam el. Mindenki, akinél bármilyen vallásos könyvet találtak otthon, és minden házban, tehát a rendőrség minden házban járt házkutatásra az újgurokhoz. És akiknél vallásos könyvet találtak, azt mind elkobozták. És azokat, akiknél vallásos könyvet találtak, azokat bevitték ezekbe az átnevelő táborokba. Úgyhogy mindenki, tehát akiknél volt bármilyen vallásos könyv, legyen az muzulmán, legyen az keresztény, akármilyen, azokat mind meg kellett semmisíteni. Voltak, akik elégették, mások kivitték a szemétre, és mostanára már egy újgur könyvet se lehet találni, se boltba, se könyvesboltba, se könyvtárba, sehol. Tehát teljesen megszüntették az újgur nyelvnek a használatát. És hát el is mondtam aztán az este, hogy valahogy úgy éreztem, hogy az a sok év, ami ott telt el, az hiába való volt. Tudom, hogy ez nincs így. Tudom, hogy az Úrban a munkánk az nem hiába való, de emberi szemmel nézve, tehát az a sok munka a könyvekkel, a Biblián, azt az ottaniak, a felnőtt generáció már nem olvashatja. És én tudom azt, hogy mielőtt a kommunizmus leomlott itt Romániában, tudom azt, hogy rengetegen imádkoztak a világon azért, hogy mi szabadokká váljunk. És ennek a népnek az életében is most csak egyedül Isten tehet csodát. És én erre szeretném hívni a gyülekezetet is, hogy imádkozzunk az újgurokért, azért a nemzetért. Azért, hogy megkönyörüljön rajtuk az Úr. Most májusban sikerült visszamenni, egy 2 hétre kaptam vízumot, és
hát fantasztikus volt találkozni azokkal a keresztény barátokkal, akiket még nem vittek el. És hát kész csoda volt találkozni velük, mert nekem, mint külföldinek nem lehetett telefonom. És tehát ott nincs Facebook, vagy nincs WhatsApp, mint itt, ez tiltott, de van egy másik ilyen internetes oldal, amin keresztül az emberek kommunikálnak egymással. És abból is az újból barátok mi kitörültek, mert már maga az a tény, hogy valakinek van egy külföldi ismerőse, már az is elég arra, hogy valakit elvinjenek. Úgyhogy nem volt semmi lehetőségem arra, hogy felvegyem a kapcsolatot az emberekkel, de az Úr csodákat tett, és volt úgy, hogy összefutottam az utcán barátokkal, ismerősökkel, és aztán terjedt a hír. És amikor találkoztam velük, akkor én arra számítottam, őszintén szólva, hogy nagyon elgyötörtek, nagyon levertek lesznek, de pont az ellenkezőjét találtam, hogy nagyon erősek voltak. És hogy nem rendültek meg a hitükbe, nem adták fel a hitüket, és mintha nem is lettek volna megfélemlítve, nem tudom, hogy lehet ez egy olyan helyzetben. És mesélték azt, hogy tette az Úr lehetővé azt, hogy mintha becsukta volna a rendőröknek a szemét, hogy átsiklottak rajtuk. És hogy tette lehetővé azt, hogy továbbra is ebben a városban maradjanak. És az egyik dolog, ami úgy benne maradt, amit az egyik barátnő mondott el, az volt, hogy tudod, az előtt, amielőtt elkezdődött ez az üldözés, az előtt ugye ők a keresztények mind csak ilyen házi csoportokba tudtak összegyűlni titkon. Azelőtt mindig azt kerestük, hogy miért nem szeretek én oda járni, vagy miért nem szeretek én azokhoz járni, miben nem értek én egyet azokkal. Most, amikor találkozok valakivel, aki keresztény, akkor örülök neki. És ez egy fantasztikus dolog volt, hogy ez az üldözés, hogy össze köti, és mennyire tudják most értékelni azt, hogy az Úr gyermekei. Úgyhogy én arra szeretném hívni a gyülekezetet, hogy imádkozzunk értük, hogy az Úr erősítse meg őket továbbra is. És Kína most egy nagyon diktatórikus országgá kezdett el válni. Az a fajta technológia, amit használnak, lehet, hogy láttátok az interneten, hallottatok róla, az a legmodernebb, ami létezik, szinte ilyen sci-fi filmekbe illő. Olyan dolgok vannak, hogy az embereket a retinájuk alapján azonosítják, és ha feltesznek egy szemüveget és ránéznek valakire, akkor a szemüveg megjelenik, hogy ez az illető kicsoda, mi az igazolványának a száma, hol valósít. És ez hétköznapi, tehát nem jelent egy szenzációt. És mindenkit követnek, mindenkit lehallgatnak, az embereknek abszolút semmiféle önrendelkezési joga nincs. És elkezdtek, tehát nem csak keresztényeket, hogy mindenki üldöznek, akik nem kommunisták, de a keresztény gyülekezetek is nagyon szurult helyzetbe kezdtek el kerülni. Kereszteket rombolnak le, templomokat rombolnak le, és általában mindig az üldözés azt jelenti, hogy megerősödnek az emberek, de legyen ez egy imádságunk, hogy ne csak passzívan, hanem aktívan részt vegyünk abban, amit az Úr tesz a világba. Sok minden nem tehetünk, de imádkozni azt tudunk.
hogy köszönöm a lehetőséget, hogy, hogy meghallgattak, és remélem, hogy később, nem tudom, ha az új lehetővé teszi, akkor visszamegyek, és majd újra elmondom, hogy mit láttam ott, és mit tapasztaltam. Köszönöm. Köszönjük szépen a bizonyságtételt. Úgy gondolom, hogy nagyon megragadó volt, hogy hogyan lehet szolgálni egy olyan ország, olyan körülmények között. Egy egyedülálló nőnek az úr segítségével és erejével. Úgy gondoltam, hogy korábban énekeljünk egy éneket, de úgy gondolom most, hogy inkább imádkozni kellene, és ahhoz van inkább kedvünk, meg várunk, hogy imádkozzunk. Hallottuk ezeket a témákat, imádkozzunk azért a népért, Kínáért, a Kínában lakozó sok népért, különösen az ujgurokért. Imádkozzunk, hogy az Úr ebből a rosszból hozzon ki jót. Nem egyszer történt meg már, hogy a rosszból, az üldözésből, a nyomorúságból Isten népben győztesen került ki, az üldözésből. Erőteljesebben, mint ahogy azelőtt voltunk. És imádkozzunk azért, hogy újra nyíljon lehetőség, hogy ott a misszió tovább lehessen folytatni. Aki szeretné neki imádkozni, hagyjuk fejet, és kérem a testvéreket, aki indítva érzi magukat. És magunkért is imádkozzunk, hogy mi is a magunk helyén tudjuk elvégezni ott a szolgálatot, amit az Úr ránk bízott. Amikor itt állunk előtted, meg vagyunk hatódva és el vagyunk gondolkozva, olyan történeteket hallunk, amelyeket úgy gondoltuk, hogy már csak a letűnt korszakokban lehetett megélni, vagy amit talán el sem hiszünk, hogy történnek ma a világban. Köszönjük azt, hogy te mindenkit szeretsz, és a te evangéliumodat hirdetik ezen a földön. Urunk, az a vágyunk, hogy ez az evangélium győzedelmes legyen. Imádkozunk azokért a testvérekért, és azért az országért, ahol Zsuzsa szolgált. És ha nincsenek is munkások, a te lelked által végezd tovább a munkát, azok között, akik ott maradtak, és azokkal, akik ott vannak, hogy az üldözés az ne pusztítsa ki a te népedet, hanem erősebbé tegye. Urunk, és imádkozunk azért a népért, ahogy testvéreim is kérték. Én is kérlek, Uram, hogy állítsd meg a gonosznak a munkáját. Te minden népet szeretsz, és nem akarsz senkit elpusztítani, hanem azt akarod, hogy mindenki eljusson az igazság ismeretére, és üdvözüljön. A gonosz az, aki embergyilkos volt elejétől kezdve, ezért kértünk ma téged, hogy ronsd le az ördög munkáját, és munkálkodj te hatalmas kézzel, és erővel, és dicsőségesen ott, abban a nagy birodalomban, és ennek a nyugati részén, ott az ujgurok között is. Urunk, imádkozzunk, hogy legyenek még bátor szolgáid, akik felvállalják az ige és az evangélium hirdetését. És mikor magunkra gondolunk, Urunk, arra kérünk, hogy minket is méltass, hogy legyenek közöttünk is olyanok, akik elhívást kapnak, és ahova te jónak látod, oda küldjél, és oda vezess bennünket, hogy nekünk is részünk legyen az evangélium hirdetésének nagy tisztességében és áldásában. Urunk, köszönjük, hogy fogsz munkálkodni az életünkbe, gyülekezetünkbe, környékünkön, és mindenütt ezen a világon. Légy áldva ezért, Urunk, örökkön örökké. Amen.